Megpróbálok belebeszélni a mikrofonba. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Zsibriki Drogterápiás Intézetet képviselem, 20 éves múlt van mögöttünk. Fontos, hogy találkoztunk, az intézetünk találkozott szerfogyasztókkal még a 93-as büntetőjogi szabályozás előtt is. Tehát ezt a helyzetet is ismerjük, utána is találkoztunk ugyanúgy fogyasztókkal, függőkkel, nem sokat változott az ő kezelésbe kerülésük, a szerfogyasztásuk a büntetőjogi szabályozás változásával, ezt el tudjuk mondani. A magam részéről a címet annyival kiegészíteném, hogy amiről én szeretnék inkább beszélni, az a büntető politika és a rehabilitáció természete, mivel hogy mi inkább ezt a részét látjuk a dolgoknak, tehát hogy mi a rehabilitáció természete, az az, hogy aki dolgozott kicsit is ebben ezen a területen, az tudja, hogy egyfajta reszocializáció az, amit mi végzünk. Nagyon fontos, hogy a börtönben is ez történik, csak más előjellel. Tehát a reszocializáció a mi feladatunk. Rámutatnék arra, hogy a büntetési tételeknek a legcsekélyebb mértéke is pont annyi idő, mint amennyi egy átlagos rehabilitálásnak az ideje. De gyakorlatban, hát azt látjuk, sokkal több év az, amit most kaphatnak függő fogyasztók. Esélytelen a rehabilitáció olyan kliensekkel szemben, akik hosszú éveket töltöttek el börtönben, nagyon nehéz dolgunk van, hiszen nem csak a függőségével kell megküzdeni, és nem csak a függőségét kell kezelnünk, hanem ezt a megelőző nagyon, nagyon káros és rossz mintázatokat beépítő börtönszocializációt is. Ez nagyon nehézé teszi a munkánkat, és a hatékonyságon nagyon sokat ront. A másik oldalról úgy lehet megközelíteni ezt a kérdést, hogy dolgozunk olyan függőkkel, akikre büntetés vár, tehát akik bizonytalanok abban, hogy vajon lesz-e letöltendő börtönbüntetés az ő rendőrségi ügyeikből. Ez megint egy nagyon nehéz feladat, mert az egész jövőképtervezés gyakorlatilag bizonytalan lábakon áll, nem igazán tudjuk, hogy reális-e neki a társadalomba munkát keresni, szállást keresni, mennyi időre keressen, még hogyha sikeresen végzi a rehabilitáció folyamatát, akkor is nagyon sok bizonytalansággal kell megküzdenie a végén, és lehet, hogy az egész munkája, amit hosszú hónapokon keresztül befektetett, a börtönre szocializációval semmissé lesz, ami nagyon sok pénz Magyarországnak, azt gondolom. Nagyon sajnáltuk, hogy a büntető törvénykönyv változása nem tett sehol említést a kezelésről, mint lehetséges opcióról. Nem találtunk semmi arra való utalást, hogy a kezelésbe motiválás, vagy a kezelésbe irányítás megjelent volna bármilyen szinten is. Azt a kliensi beszámolókból és tapasztalatokból látjuk, hogy a büntetés végrehajtási intézetek nincsenek felkészülve a drogfogyasztók megjelenésére, a drogprevenciós körletek nem működnek hatékonyan, nem értek el túl sok eredményt, és nem gondoljuk, hogy sokat segítene a magyar társadalomnak egy ilyen új drogpopulációnak a megjelenése. Azt gondoljuk, azt látjuk, hogy a designer drogok megjelenése nagyon sok kutatási energiát és kezelési, és a kezelési irányoknak a szoros követését igényelni, hogyha a kriminalizálódás miatti rejtőzködés ennek ellenében hat, akkor gyakorlatilag nem fogjuk tudni az új mintázatokat jól megismerni, és utána jól kezelni őket. A konferencia elején elhangzott, és valóban így van, hogy
a rehabilitációs intézeteknek a finanszírozása, és ezt kiegészíteni, hogy a működésüket, azaz a fennmaradásukat illetőleg stabil. Tehát a fennmaradásunkat illetőleg valóban nagyon privilegizált, kedvező helyzetben vagyunk, bár fejlesztéseket nem lehet ebből a fajta finanszírozásból sem végrehajtani, amikre pedig, mint hallottuk, nagy szükség lenne, de még az anyagi helyzet sem elég. Azt gondoljuk, és ezt nagyon fontosnak tartom itt elmondani, hogy ez, ami a rehabilitációs intézeteknek a státusz, ebből a TÜR tiltott támogatott hármasból a támogatott talán, tekintve a szakterületnek a teljes erodálódását, nem tölt el bennünket egyfajta ilyen szemtelen örömmel, hanem inkább egyfajta félelmet és bizonytalanságot gerjeszt a rehabilitációs intézetekben is, mert azt látjuk, hogy a szakterület magára maradt, és a szakterület minisztériumi kormányzati támogatás nélkül kényszerül dolgozni. És azt gondoljuk, hogy ez nem csak financiális kérdés. Tehát most lehet, hogy legégetőbbek a fennmaradásnak a pénzügyi kérdései, de hadd beszéljünk arról a rehabilitáció szemszögéből, akinek mondjuk konkrétan anyagi problémái talán annyira nincsenek, mint a többi szakterületnek, hogy egy együttműködőbb, ötleteket támogató és ötleteket gyűjtő kommunikációval sokkal simábbá lehetne tenni a minisztériumnak és a szakterületnek az együttműködését. Tehát megértjük azt, hogy az egész magyarországi gazdasági helyzet egy válságot él át, és ebből ez a szakterület sem tudja kihúzni magát, de azt gondoljuk, hogy a kommunikáció a szakmával az nem pénzkérdése, és hogy a magára maradottságunkat nem csak forintba érezzük, vagy nem csak forintba mérik, hanem a meghallgatásunk hiányával is, és az ötleteinknek a nem tekintetbe vevő magatartásával is. Köszönöm szépen!